lakossági bejelentést kaptunk, miszerint Érden a Bibic utcában, közterületen illegális szemétlerakás zajlik. Amint a táblán, mellettem lévő táblán is látszik, a 2020-as évben egy civil szervezet kitakarította ezt a telket állami támogatás segítségével. Nézzük meg, hogy milyen viszonyok uralkodnak jelenleg ezen a telken. Jól látszik az, hogy mintha semmi nem történt volna, tehát nem igazából látszik a változás. A környezetre gyakorolt hatás az itt lakók szempontjából tragikus. Megtesszük ezzel kapcsolatosan a szükséges lépéseket a megfelelő szervek felé, és kijelenthetjük, hogy a Mi Hazánk mozgalom elkötelezett az ilyen jellegű környezetszennyező bűncselekményekkel kapcsolatosan, hogy gyökeresen felszámolja azokat.